Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. Eszplusz Stúdió Kft. Szexárd. www.eszpluszcstudio.hu. Óvodafejlesztés. 2010 óta négyszeresére nőtt a nemzetiségi támogatások összege. Szabadtéri fogadóórák, a helyiek igényeit mérik fel a Tolnai megyeszékhely vezetői. 240 millió forintos beruházás, felújították és kibővítették a Tolnai sportpályát. Zaklatás, letöltendő börtönbüntetést kapott a kéretlen üzenetek miatt a férfi. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 2010 óta megnégyszereződött a nemzetiségi önkormányzatok által igénybe vehető kormánytámogatások összege. Sófalak kerültek a foglalkoztató termekbe, és az udvaron is komoly fejlesztéseket hajtottak végre a szexárdi Wunderland óvodában. A helyi német nemzetiségi önkormányzat által fenntartott intézmény részben az Emberi Erőforrások Minisztériumának köszönhetően az elmúlt években több lépésben szinte teljesen megújult. Már a frissen lerakott gyepszőnyegen játszhattak a szexárdi Wunderland óvodába járó gyerekek. A pázsit mellett az óvoda szimbólumának számító fából készült játszóvár is megújult, és négy új, a kinti játékok tárolására alkalmas faház került az udvarra. A benti csoportszobákban pedig sófalakat alakítottak ki, hogy a gyerekek egészségesebb levegőben töltessék itt a napjukat. Az idei esztendőben egy erős 10 millió forintos projektet sikerült megvalósítani, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 10 millió forintos támogatásával, amennyivel egy kicsit meghaladta ez a projekt az idei esztendőbe, azt a szexárdi német önkormányzat saját erőként kitoldotta. Az óvodát 2016 óta minden évben fejleszti a helyi német nemzetiségi önkormányzat az EMMI pályázatainak segítségével. Korábban már kicserélték a teljes vízvezetékrendszert, szereztek be új bútorokat és játékokat, valamint sportpályát is építettek. Soltész Miklós, az EMMI egyházi nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára az átadó most azt mondta, a fejlesztéseket azt tette lehetővé, hogy 2010 óta meg sokszorozódott a nemzetiségi önkormányzatok által igénybe vehető támogatások összege. A jövő évi költséget nézve már megnégyszereződik a támogatások összege, és ez igaz arra is, amikor egy-egy önkormányzat legyen, az egy települési, legyen egy megyei, vagy pedig országos, annak a működését támogatjuk, de igaz arra is, arra sok-sok beruházásra, amelyeket elkezdtünk a gyermekek, az ott dolgozó, akár óvodapedagógusok, óvodába járó gyerekek, vagy pedig iskolapedagógusok és iskolások érdekében. A rendezvényen Ritter Imre német nemzetiségi parlamenti képviselő is részt vett. Ő arról beszélt, hogy a kormány intézkedéseinek köszönhetően egyre jobbak a nemzetiségi oktatás feltételei Magyarországon. Most már harmadszor emeljük a nemzetiségi pótlékot. 2020. január 1-től már a négyszerese lesz a három évvel ezelőttinek, illetve el tudtunk indítani évelején egy olyan nemzetiségi pedagógus hallgatói ösztöndíjrendszert, amelyben januárban 84 óvodapedagógus hallgatóval indultunk, most a múlt csütörtök meghirdetett program alapján a következő két hétben 350-400 nemzetiségi óvodapedagógus és a nemzetiségi tanító tanárképzés első évfolyamát vonjuk be. Ács Rezső szexárd polgármester azt mondta, hogy bár a Wunderland óvoda fenntartója 2005 óta már nem az önkormányzat, a város mégsem engedte el az intézmény kezét, és minden fejlesztést támogatnak. Már nyomtatják az október 13-ai önkormányzati és nemzetiségi választás szavazólapjait. Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a nyomda október 4-éig készen áll arra, hogy a jelöltek visszalépését figyelembe vegye, azaz a visszalépőket leveszik a szavazólapról és új szavazólapot nyomtatnak. Az ezt követően visszalépőket a helyi választási irodákban kell majd lehúzni a szavazólapról. Szabadtéri polgármesteri fogadóórákat tartanak Szexárdon. A kezdeményezés nem újszerű, korábban már három alkalommal mondhatták el a helyiek a település polgármesterének, hogy milyen fejlesztéseket látnának szívesen a lakókörnyezetükben. A mostani fogadóórák célja ezért elsősorban az, hogy a város vezetői beszámoljanak arról, hogy a korábban felvetett észrevételek közül mik valósultak meg.
Szekszárd valamennyi választókerületét felkeresi a város polgármestere a következő hetekben, hogy a helyiekkel egyeztessen azzal kapcsolatban, hogy ők milyen fejlesztéseket látnának szívesen a lakókörnyezetükben. A legutóbbi szabadtéri fogadórán Hall Géva, a város alpolgármestere, a 2. számú szavazókör önkormányzati képviselője is részt vett. Ő azt mondja, a helyieket leginkább olyan kérdések érdeklik, mint a fűnyírás, a járdák és utak állapota vagy a szemétszállítás. Természetesen próbálunk megfelelő megoldást találni és válaszokat a kérdésre. Azért tartjuk ezeket a fogadóórákat, hogy minél hamarabb tudjunk reagálni a felmerülő problémákra. Szekszárdon nem újszerű kezdeményezés a szabadtéri fogadóórák tartása. Ács Rezső, a település polgármestere, korábban már 3 alkalommal kereste fel így a helyieket. A mostani fogadóóráknak ezért elsősorban az a céljuk, hogy beszámoljanak arról, hogy a korábban felvetett észrevételek megoldása hogyan áll. Mint mondja, a legtöbbeket az utak és a járdák állapota foglalkoztatja. Ennek megfelelően szeretnénk a következő ciklusban meghirdetni egy nagy város egészére vonatkozó út és járda felújítási programot, hiszen a legtöbb szekszárdit ez a kérdés érinti és foglalkozhatja a lakókörnyezetével kapcsolatban. A következő időszakban Szekszárd valamennyi választókerületében tartanak majd szabadtéri polgármesteri fogadóórát. Ingyen mehetnek színházba az általános iskolás diákok az Emberi Erőforrások Minisztériuma által idén elindított programnak köszönhetően. Az EMMI most a Lázár Ervin programban részt venni szándékozó előadó művészeti szervezetek jelentkezését várja. A kezdeményezés keretében az általános iskolás osztályok évente egyszer ingyen juthatnak el színházi, tánc vagy cirkuszi előadásra, őshonos állatok bemutató helyeire. Mindenre a kormány idén 6 milliárdot, 2020-tól beépülő jelleggel évente 5,5 milliárd forintot szán. 240 millió forintból újult meg a tolnai sportpálya. A fejlesztés állami, önkormányzati és civil együttműködéssel valósult meg. A létesítményt a Tolnavárosi Futballklub sportolóin kívül minden mozogni vágyó magánszemély is használhatja. Szalagátvágás előzte meg a kibővített és felújított tolnai sportpálya átadását. A projekt egyrészt az állam által átengedett sportcélokra felajánlható társasági adóból, másrészt az önrész biztosító Tolna önkormányzati támogatásából valósult meg. A beruházás során megújult a lelátó és az edzőpálya, a sporttelep 5 hektáros területét bekerítették, letérkövezték a parkolót, ezen kívül 3 új öltözővel, egy szertárhelyiséggel és egy rehabilitációs szobával kibővítették a létesítményt. Ami fontos volt nekünk, hogy korszerűsítés, hozzáépítés, plusz 2 öltöző, bírói öltöző, egy konditerem rész, egy ilyen tornaszoba elkészült, és azt gondolom, hogy ezzel a fejlesztéssel biztosítani tudunk minden korosztálynak a versenyeztetését, öltözését, zuhanyzását, ami már ráfért az egyesületünkre és a létesítményre. A Peszoffer Ágnes polgármester szerint ritka, hogy a kérelmező nem csak kért, hanem fel is ajánlott valamit. A közel 4 milliárd forintos beruházáshoz több mint 180 millió forint támogatást ajánlott fel a klub, amit az MLS pályázatán nyert. Így a város több mint 50 millió forintos önerejével együtt valósult meg a fejlesztés. Ez az 50 millió forint is nyilván sok, de ennek az egész létesítménynek a felújítására szánt összegből hát azért egy lényegesen kevesebb összeg tekintettel arra, hogy majdnem az ötszörösébe került ennek a felújítása. Én azt gondolom, hogy ez az egyik nagyon fontos dolog, hogy amikor az állam, az önkormányzat és a civil szféra talál egy olyan találkozási pontot, amikor segíteni tudják egymást, mind a hármójuk megelégedésére. A majdnem 11 ezer főt számláló Tolna lakosai közül versenyszerűen több mint 500 gyermek sportol, hétköznapokon pedig több száz szülő és érdeklődő igényeit szolgálja ki a létesítmény. 209 ellenőrzött sofőrből 33-nál találtak szabálytalanságot a rendőrök egy múlt heti ellenőrzési akció során Tolna megyében. Az egyenruhások elsősorban a vezetés közben mobiltelefont használókat akarták kiszűrni, ám 25 alkalommal a biztonsági öv használatának hiánya miatt vonták intézkedés alá a járművezetőket, egyéb jogsértések miatt 24 alkalommal intézkedtek. Letöltendő börtönbüntetést kapott egy nőt zaklató férfi Szekszárdon. A vádlott korábban rengeteg lopást is elkövetett, ezért szabott ki rá súlyos büntetést a bíró. A férfi a szekszárdi kórház egyik alkalmazottját zaklatta. Volt, hogy postán küldött neki szerelmes verseket és leveleket a munkahelyére, de olyan eset is akadt, hogy több mint 40-szer hívta a nőt néhány nap alatt. A szekszárdi kórházban dolgozott a nő, akit rendszeresen zaklatott a férfi.
Csak látásból ismerték egymást, a férfi viszont megszerezte a nő céges telefonszámát, és 5 nap alatt 49 alkalommal próbálta hívni. Az áldozat egyszer sem fogadta a hívást, a zaklató mégsem adta fel. Elsőbségi postai levelet is küldött a kórházba, ami kézzel írt szerelmes verseket és szerelmes leveleket tartalmazott. A férfi ügyében most hozott ítéletet a bíróság. 1 év 10 hónap végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte, és a közügyek gyakorlásától 2 évre eltiltotta. A szigorú büntetést azért kapta a férfi, mert nem a zaklatás volt az egyetlen bűncselekmény, amit elkövetett. Többször állították már elő egészen különös lopásokért. Például itt a szekszárdi Tarcsai utcában autók antennáit lopta le, ugyanúgy, mint a város más részein. De volt, hogy bicikli ülés szerelt le egy kerékpárról, máskor pedig egy falra szerelt biztonsági kamerát vitt magával. A bíróság súlyosító körülményként értékelte a vádlottal szemben nem csak azt, hogy többszörösen volt már büntetve, hanem azt is, hogy különös visszaeső, tehát 3 éven belül már végrehajtandó szabadságvesztés büntetését töltött, és 3 éven belül követte el az újabb szabadságvesztésre fenyegetett vagyonelleni bűncselekményeket, így nem csak többszörös, hanem különös visszaeső is. Az ítélet jogerős, mert azt a vádlott és az ügyész is tudomásul vette. Fehér Oroszországból érkezett szakembereket és újságírókat fogadott a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás. A vendégek nem csak a társulással ismerkedhettek meg, hanem a paksi atomerőművel és pakssal is. A fehér oroszországi küldöttség fontosnak tartja már üzemelő atomerőművi blokkok tapasztalatait megismerni és megnézni, hogyan élnek az emberek annak környezetében. Náluk várhatóan 2020-ban kerül sor atomerőművök fizikai indítására. Azt tapasztalták az erőműben, hogy az ott dolgozók rendkívül nagy szaktudással rendelkeznek, és szívvel lélekkel végzik a munkájukat. A látogatóközpontban és az atomerőműben is, ami a garancia, hogy az atomerőművek biztonságosan működhessenek. A belarusz delegáció nem csak szakmailag bővíthette ismereteit a paksi atomerőműről, hanem a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulással is találkoztak. A társulás alelnöke Gáncs István tartott számukra előadást, ismertette a 16 település összefogását, amely azért jött létre, hogy az információ csere minél hatékonyabb legyen, a problémákat közösen kezeljék, és őszinte párbeszéd alakulhasson ki. Ez egy nagyon zárt közösség. A nukleáris iparban dolgozó szakemberek, a nukleáris iparral foglalkozó kommunikációs szakemberek, ez egy nagyon zárt közösség. És én úgy gondolom, hogy itt az ország és a földrészek határokat nem szabhatnak, hiszen egymáshoz utazunk, tapasztalatot cserélünk, stb. Ez az nagyon összekötő kapocs. A társulás alelnöke abban bízik, hogy hosszú távon tudnak majd egymástól tanulni és tapasztalatokat cserélni. Több év kihagyás után 10 csapat részvételével újraindul Dombováron a kispályás labdarúgás. Ősztől tavaszig hetente mérkőzésektől lesz hangos a Herceg Eszterházy Miklós szakképzőiskola tornacsarnoka. Ezzel a labdarúgást kedvelő dombováriak és környékbeliek újra szervezett lehetőséget kapnak, hogy kedvenc hobbiuknak éljenek. A bajnokság védnökének Pintér Szilárdot, a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás elnökét kérték fel a szervezők, aki a kezdőrugást is elvégezte. Nagyon szívem csücskáz a foci, nyilván a csikostöltési sportkörnek az elnöke vagyok, tehát számomra ez megtiszteltetés volt egyben, és kihívás, mert azt gondolom, hogy valami elindul és valami ötlet van, de ezt életbe is kell tartani. Szerencsére nem vagyok egyedül ebben történt, hiszen Börcsök Zoltán a Ronok Kft. Tulajdonosa is kiállt az ügy mellett, és azt gondolom, hogy kellő komolyságot tudunk biztosítani a járás szempontjából Zoli és magam személyében. Fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte Szekszárdon az egykor Zrínyi Magarai János nevét viselő általános iskola. Az oktatási intézmény ünnepségsorozattal emlékezett meg az elmúlt fél évszázadról. Az emlékműsoron Pekari Bernadett intézményvezető arról beszélt, a Garaira továbbra is az innovatív gondolkodás lesz jellemző, ahogyan ezt az elmúlt évtizedek hagyománya megköveteli a jelen pedagógusaitól. Az elmúlt 50 évben megéltünk mélységeket és magasságokat, de azt gondolom, hogy mindig a nevelőtestület kitartó munkája és lelkesedése mindig tovább vitt bennünket azon az úton, ami odáig eljuttatott bennünket, hogy ma az innovációk iskolájaként tudjuk apostrofálni az intézményünket. Regionális híreink következnek. Fókuszban a kapcsolatépítés. Balatonbogláron járta a vietnámi nagykövet. Új irodaház és park, megújul Pécsen a volt ifjúsági ház és környezete. Jótékonyság és közösségi esemény, pénzt gyűjtöttek a kárásziak.
Kultúra és gazdaság, ez a két fő témája volt a vietnámi nagykövet balatonboglári látogatásának. Az ázsiai ország ő excellenciája most először járt a déli parti településen. Az eseményen elhangzott, mindkét ország javára válik egy-egy hasonló találkozó. A Nemzeti Kézilabda Akadémiát és a Balatonboglári Halker Kft-t is meglátogatta a vietnámi nagykövet a hétvégén. A távol-keletről érkezett delegáció a halfeldolgozó üzemet is bejárta. A boglári üzemben például olyan pangáziuszt is feldolgoznak, amelyet Vietnámból exportálnak. Vietnámból már nagyon régóta importálunk különböző haltermékeket, ez leginkább mondjuk pangáziusz filé. Én is jártam ott személyesen, és hát nagyon jó kapcsolataink és nagyon jó tapasztalataink vannak a kinti partnerekkel. A látogatás alkalmával ő excellenciája Nguyen Thien Tuc híradónknak elmondta, több területen is tanulhat egymástól a két ország, de a legfontosabb, hogy jó személyes kapcsolatot építsenek ki. Régóta ismerjük már Magyarországot. Köztudott róla, hogy nagyon fejlett az agrárgazdasága. Éppen ezért több ízben is segítettek nekünk ezen a területen, ahogyan a halfeldolgozásban és a baromfi feldolgozásban is. Azt hiszem, hogy a mai találkozó nagyszerű alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük egymást. A vietnámi delegációt Mészáros Miklós Balatonboglár polgármestere vezette körbe a településen, megmutatva a helyi értékeket. Fontos, hogy kapcsolatban legyünk. Én amúgy is több ázsiai országgal vagyok jó kapcsolatban, és most már a vietnámiakkal is. Azt hiszem, hogy a világ arra fele nyílik, és erre boglárnak is oda kell figyelni. A cél, hogy a jó kapcsolatokat felhasználva fejlődjön az ország és egy-egy település. Megkezdődtek a munkálatok az egykori pécsi ifjúsági házban. 2000 négyzetméteren teljesen megújul az épület, ami az átépítés után új funkciót kap. Pécs alpolgármester elmondta, olyan irodaházat alakítanak ki, ahol nemzetközi cégek tudnak majd letelepedni, így újabb munkahelyek jöhetnek létre. A beruházásra a város pályázati forrás nyert, az első cég várhatóan jövő ősszel költözhet be. Munkaterület, ez olvasható a volt ifjúsági ház kerítésén. Elkezdődtek a munkák a 10 éve megszűnt létesítménynél. Az utóbbi időben használt ruhabolt működött itt, de jövőre már teljesen új épület várja a cégeket. Egy egybefüggő 2000 négyzetméteres irodafelület fog kialakulni az ifjúsági ház átépítésével. Itt a ház teljesen megújul, hőszigetelés kap, új nyílászárókat, teljesen új gépészetet, és egy új szint is kerül ráépítésre. Egy nagyon modern irodakörnyezet jön létre, mind kívülről, mind belülről. Ráadásul az IH előtti parkoló is bezöldül, parkosítanak a területen. Azt még nem tudni, milyen cégek helyezik ide majd központjukat, szolgáltatásaikat. Erre van egy külön eljárás, egy folyamat, hogy miként lehet ezt megtenni, és természetesen aki összességében a legelőnyösebb ajánlatot fogja tenni, azt tudja majd az új irodaházat bérbe venni, de egyértelmű szempontjai a városnak, hogy új munkahelyek, minőségi munkahelyek, jó fizetés kínáló munkahelyek jöjjenek létre, ahol pécsiek dolgozhatnak. A fejlesztés 1,2 milliárd forintba kerül. Az elmúlt 3 évben összesen 3500 négyzetméteren alakított ki irodákat a város. Ezekbe érkeztek új cégek, mint a Fiszman vagy az Aldi Központ. Az IH teljes egészében városi tulajdon, így várhatóan jövő ősztől a bérleti díjak az önkormányzatot gazdagítják majd. Jótékonyság és közösségi esemény, így lehet jellemezni azt a vasárnapi rendezvényt, amit a 318 fős Baranya megyei településen Kárászon tartottak. Otthonról hozott süteményekkel telt meg a település vendéglátóegységének asztala, itt az édességekért cserébe várták az adományokat a becsületkasszába, de a kávéfogyasztás sem a helyiek pénztárcáját gyarapította ezen a napon, a pénzt jótékonysági célra ajánlották fel. A Köszi Kávé mintájára most mi Köszi Kárásznak hívjuk, a baj délután egy jótékonysági rendezvényt szerveztünk, ahol a háziasszonyok süteményt sütöttek, mi kávét ajánlottunk föl, és az ebből befolyó bevételeket a Pécsi Gyerek Klinikának fogjuk felajánlani. A nap úgy kezdődött, hogy 2 órakor egy falu séta indított el a rendezvényt, aztán a Pajta Színházban a Rátóti Csikó Tojás című színdarabot adták elő a Gagarin iskola diákjai, aztán folytatódott a falusét, és itt lesz a fesztiválnak az árása, vagy a jótékonysági napnak az árása. Kisállatsimogató van, hallatszik a háttérben majd talán egy kis zene is.
mindenki próbál hozzátenni a mai napnak a sikerességéhez. A hagyományos mellett káposztával, csülökkel, kolbásszal vagy éppen babbal is készült a lecsó bőszénfán. A zselici tüzes lecsófőző kavalkádon idén 34 helyi és más somogyi csapat indult, hogy ki a saját szájíze szerint készítse el a magyaros ételt. Az egésznapos programot idén már 19. alkalommal szervezték meg, azzal a céllal, hogy a település és a környék értékeire felhívják a figyelmet. Köröm és csülök megfőzve, kicsontozva kerül alá, és így szeretnénk a zsűri elé tálalni ezt a lecsót az idén. Hát kisebb-nagyobb sikerrel vettünk részt ezen a Lecsó Fesztiválon, 19 év alatt voltunk elsők is, és voltunk sajnos helyezés nélkül, hogy zártuk a rendezvényt. A Tökös Ötös csapata 19 éve rendszeresen visszatér bőszénfára, hogy bizonyítsa főző tudományát. Amíg valaki káposztával vagy babbal tette ízletesebbé a magyaros finomságot, addig voltak olyanok is, akik a hagyományos recept alapján dolgoztak. Hát van egy ilyen parasztlecsó, ami... Mamáék, hogyan voltak? Leszették a paprikát, leszállték, benne volt a mag is minden, zsírt alá tettek, megfőzték és ennyi volt. Hogyha maradt ilyen szalonnavég vagy kolbászvég, beletették, és az volt a valamikor a lecsó. Én úgy tudom. A fesztivál már a igazi somogyi gasztronómiai kuriózumán nőtte ki magát, és az egész megyéből érkeznek versenyzők és nézelődők egyaránt. Most vagyok 10-szer, de nagyon jó a tapasztalatom. Nagyon finom minden. Már kóstolom is a lecsót. A baráti hangulatú fesztivál nem csak a lecsóról szól, mondja a polgármester. Mutassuk meg magunkat. Hozzá akartunk járulni ahhoz, hogy hadd értékeljék a zselic szépségét, hadd értékeljék azt, hogy a Somogy megye fejlődik. Tehát mi egy globálisan egy nagyobb dologba gondolkodtunk. Én azt hiszem, most kezdünk elérni arra a szintre, amivel már elégedettek lehetünk. Idén összesen 34 csapat fogott fakanalat a zselici tüzes lecsófőző kavalkádon. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Óvodafejlesztés, 2010 óta négyszeresére nőtt a nemzetiségi támogatások összege. Szabadtéri fogadóórák, a helyiek igényeit mérik fel a Tolnai megyeszékhely vezetői. 240 millió forintos beruházás, felújították és kibővítették a tolnai sportpályát. Zaklatás, letöltendő börtönbüntetést kapott a kéretlen üzenetek miatt a férfi. Szerdán délelőtt még eső nem valószínű, délután viszont borongósra fordul az idő, elszórtan zápor, időszakos eső is előfordulhat, hajnaltól pedig kiadós, tartós eső várható. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, viszontlátásra!